Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Ez Jahusa HaMásiák, aki ezt mondja. Igaz ítélete ítéljetek, azaz megkülönböztesd meg. Döntsd el, ítéld meg, mint egy ítélet vagy egy ítélet hozata. Igaz ítélete. Dikaios. Igaz, igazságos, jogos, méltányos. Úgy emet, amit néztünk az előbb, úgy, mint igazság. Vagy jasár. Jasár, vagy úgy, mint egyenes. Vagy mispát, mint az ő rendelete. Vagy tzadik, mint igazság. Vagy tamim, mint tökéletes, mint amilyen Nach vagy Noa volt. Igaz ítélettel ítéljetek. Ha senki nem mondja ki a dolgot, persze lehet, én tisztában vagyok, lehet így is, lehet úgy is mondani. Meg fogom mutatni egyébként a verseket erre vonatkozóan, csak ezt akartam először. Attól, hogy nem mondjuk ki a dolgot, attól még azok nem változnak meg. Maga a megváltó még a kereszten is imádkozott értük, hogy bocsásson meg nekik az atya, mert nem tudják, mit cselekesznek, szánakozott rajtuk, szerette őket, köztük élt és velük evett, tudta, milyen kísértéseken mennek keresztül, és gyógyította őket. Én ezt teljesen megértem, ugyanígy, én nem utálom őket, én nem haragszom rájuk. Ugyanúgy, ahogy ő folyamatosan azt mondta, hogy kétszínűek, hogy hazugok, hogy bolondok, az ostorral hajtotta őket, attól az még nem változtatta meg az, hogy szánakozott vagy szerette őket. Az, hogyha kimondjuk azt, ami az igazság, azzal csak segítünk az embereknek. Hiszen vannak, akik megértik azt, vannak, akik nem, de attól még az igazság nem változik meg, hogy nem mondjuk ki. Ugyanolyan kísértéseken megy keresztül mindenki, aki hallgatja ezt, vagy én, vagy mindenki más. Valaki így érti majd meg, van, aki meg úgy érti majd meg. De az, hogy megpróbálni figyelembe venni a legalacsonyabb tolerancia küszöbű embernek a tűrőképességét, és ahhoz alakítani az egészet, az lehetetlen. Mindenkinek ugyanúgy felelősséget kell vállalni azért, amit gondol, tesz, vagy ahogyan él, mint ahogy nekem, vagy bárki másnak, aki hallgatja ezt az egészet. Senki, egyikünk sem tökéletes, de az nem változtat a lényegen. Ilyen vagy olyan módon az embereket figyelmeztetik-e arra, hogy milyen úton járnak. Ezt meg lehet tenni így is, úgy is. Abban a 800 videóban, ami itt van, abban van példa erre is, meg van példa arra is. Nem tudom, mióta ismerte fel az igazi utat, ami kegyelemből van, de azelőtt ön is ugyanilyen volt. Én most is ilyen vagyok. Mindannyian ugyanilyenek vagyunk. Mihelyest az atya leveszi a kezét rólunk, ugyanúgy visszakerülünk oda, ahol azok az emberek vannak. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, az, hogy engedelmesen és alázattal próbáljuk járni ezt az utat. Ő figyelmeztetni fog engem is, meg mindenki mást, hogyha, mint ahogy meg is teszi, hogyha valami nem stimmel azzal, amit csinálunk. Mit érez ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, az nem feltétlenül a valóság. Sőt, az, amit érez az ember, az nem a valóság. A valóság az a valóság, amit érzek, az meg a valóságról egy illúzió, egy kép. A legtöbben annyira érzékenyek lettek, hogy nem lehet semmit mondani, ami nem úgy alakul, ahogy ők azt elképzelik. Igen, ami volt egy angyal, ez Júdás könyvében van, amikor az ellenséggel viaskodott, és azt mondja, hogy dorgáljon meg téged a mindenható. Ő arról beszél, hogy értem, hogy nem megbántani, nincs is megbántás. Csak ezt akartam elmondani, hogy mindenki megértse. Az, amit érzünk, az nem a valóság. Az a valóságnak egy szubjektív képe bennünk. Persze legtöbben szeretnék azt mondani, hogy az úgy van, meg az jogos, mert ők érzik, de attól még az nem a valóság lesz. A másik meg az, hogy nem lehet olyan dolgot csinálni, ami mindenki el fog fogadni. Van, aki kevésbé toleráns, van, aki jobban toleráns. Próbáljon mindenki inkább arra koncentrálni, hogy szabaduljon meg az érzelmeitől, mert azzal egy nagy szívességet tesz magának. Hogyha megérti azt, hogy amit érez, az nem a valóság. A valóság az a valóság. Az érzések az meg egy másik dolog. Ha attól függetlenül tenni tudná magát az ember, akkor sokkal egyszerűbb lenne az élete. Persze nehéz, tisztában vagyok vele, nekem is vannak érzelmeim, de ettől függetlenül az nem lesz a valóság. Nem élhetek úgy, hogy elvárja mindenkitől, hogy
próbálj meg kitalálni, hogy mi az, ami nekem még épp elfogadható lesz abban a pillanatban, vagy azon a napon, ami nem, mert hogyha én úgy érzem, akkor ez, most nem azt mondom, hogy ő az, csak így általánosságában beszélve, hogy értse már meg mindenki az, hogy van egy valóság, van egy realitás, ez egy eléggé kegyetlen dolog. Úgy értem, hogy ez egy háború, amiben részt veszünk két oldal között, és itt nem igazán az ellenség nem szed nagyon foglyokat, ha hogy úgy fogalmazza. Itt ilyen pusztítás folyik, lehet úgy megpróbálni úgy beszélni, mint a gyerekekkel, vagy egy óvissal, hogyha ha valakinek az, ami éppen elviselhető, de a valóság nem fog változni attól függetlenül, és az pedig az, hogy nap-nap után az emberek lelkéről van szó, és ki így érti meg, ki úgy érti meg, a valóság nem fog megváltozni attól, hogy én valahogy érzek. És egyébként erről beszél az írás is. Úgyhogy nézzük meg. Vége hossza nincs, de megmutatom. Egy párat legalábbis, amennyi idő még van. Ez ismét valami oknál fogva jobb lesz az. Ugye megverte Satán Jobot fekéllyel a talpától a feje tetejéig, ez a sztori lényege, ez Jobb második fejezet. Vett egy cserepet, és azzal vakargatja magát, és így ül a hamu közepette. Jobb. Egy elég különleges ember volt. Mondta pedig neki az ő felesége, erősen állasz-e még mindig a te fedhetetlenségedben, átkozd meg Elohimet, és hajj meg. Ezt tanácsolja ugye az asszony. Így szól Jobb. Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ezek szerint vannak bolondok. Ezt mondja a feleségének, hogy úgy beszélsz, mint egy bolond. A bolond az Nábál. Úgy, mint egy ostoba, egy bolond, egy otromba, mint egy paraszt, egy tuskó. Egy igaztalan ember. Egy bolond. Úgy szólsz, mint egy a bolondok közül. Második krónika 16-7-től 9-ig, akit érdekel, Divriháje Mim 16-7-től 9-ig. Az időben méne Hanáni proféta Asához, Jahúda királyához, és mondta neki, mivel a szíriabeli királyban volt bizodalmad, és nem Jahuában, te Elohimedben bíztál, ezért szabadult meg a szíriabeli király hada a te kezedből, azaz nem Jahuához fordult, hanem a szíriabeli királyhoz. Avagy nem vale a szerecseneknek ez Etiópia, és a Líbia belieknek, ez szintén, nagy seregük felette sok szekereik és lovagjaik, mindazáltal, amivel Jahuában volt bizodalmat, kezedbe adta azokat. Azaz nem fogta fel igazából Ásá, hogy mi a helyzet. Egyszer Jahuához fordult, egyszer meg nem. Mert Jahu a szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Bolondul cselekedtél ebben, ezért mostantól kezdve háborúk lesznek te ellened. Bolond úgy, mint sakál, vagy szakál. Bolondot csinált belőle, felültette. Valaki, aki bolond. Ostoba. Ez a próféta által üzente Jahua Asának. Bolondul cselekedtél ebben, ezért mostantól kezdve háborúk lesznek ellened. Következő Zsoltárok 39.9. Ments ki engem minden álnokságomból, és ne tégy engem bolondok csúfjává. A bolond pedig Nabál, mint az előbb. Ostoba, paraszt, egy tuskó. Egy ostoba dolog. Azt akarja, hogy a bolondok, a világ, ne csúfolja. Mentse meg őt, Jahua. Te benned van bizodalmam. Most azért mit reméljek, ó Jahua? Te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden áldogságomból, és ne tégy engem a bolondok vagy a világ csúfjává. 49-es Zsoltár, ugyan itt Zsoltárok 49, 8-tól 15-ig. Senki sem válthatja meg atya fiát, nem adhat érte váltságdíjat Elohimnek. Ugye ez azokról szól, akik gazdagságukban bíznak, nagy vagyonukkal dicsekszenek. Mint hogy lelküknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre. Még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödört. Egyszer úgyis meghal mindenki.
De meglátja, a bölcsek is meghalnak, együtt vész el a bolond és az ostoba, gazdagságukat másoknak hagyják. A bolond, a kaszil, mint egy érzéketlen tapló, egy otromba fajankó, önhit ember, egy ostoba, egy bolond. Az ostoba pedig Baár, úgy, mint egy állat, egy érzéketlen, primitív, kegyetlen, brutális valaki. Egy baromhoz, vagy állathoz hasonló. Ostoba, gondolkodni képtelen, barom, állathoz hasonló. Ez az Óhéber, ez a Gesenius egyébként, aki felsorolja ezt, a Brand Drivers Briggs pedig az előzőt, úgyhogy ezek nem az én szavaim. Tehát, hogyha be akarnánk helyettesíteni, akkor érthető mindenki számára, hogy mi az, amit mond Dávid? A bölcsek is meghalnak, együtt vészel az érzéketlen tapló, az otromba fajankó, a barom, a kegyetlen, az állathoz hasonló, az otromba. És gazdagságukat másoknak hagyják. Ez Zsoltárok 49.11. Következő, Zsoltárok 92.5-től. Mert megvidámítottál engem, Jahua, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Jahua, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. Dicsekszik, és örvendezik az ő műveiben, mint a lapos föld. Balgatag ember, Baár, nem tudja. A bolond, Szél, pedig nem érti azt meg. A balgatag, az érzéketlen, a kegyetlen, a brutális, az otromba, az ostoba, a gondolkodni képtelen, mint egy barom, vagy egy állathoz hasonló. A bolond pedig kszél, egy érzéketlen tapló, egy ostoba, egy otromba fajankó, vagy egy önhitt ember. Nem érti meg. Mit? Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak, mint a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők, te pedig, Jahua, magasságos vagy örökké. Kik azok, akik nem értik meg ezt? A bolondok, meg a balgatagok. Már még egyszer nem olvasom fel, hogy kikről beszél. Aki nem érti ezt meg, az ebbe a kategóriába tartozik. Persze én nem gondolom, hogy így kellene beszélni velük, én nem is használok ilyen szavakat, csak mondom, hogy mi az, ami le van írva ezekről az emberekről. Ugye persze magyarul ott van, hogy balgatag vagy bolond, de a szó eredeti jelentése nem az. Olyan, mintha azt mondanám, hogy barom. Hiszen az a szó, hogy balgatag ember, az tulajdonképpen ezt fedi le. Ezért írja azt ide, hogy gondolkodik képtelen, mint egy állathoz hasonló valaki. Ezért írja ezt a szót ide. Egyébként persze magyarra le lehet fordítani úgy is, hogy balgatag, de amúgy nem ez, amiről beszél. A Szent Imre azt mondja, hogy az értelmetlen ember, a balga, a Káldi azt mondja, hogy az oktalan. Oktalan úgy, mint egy állat oktalan, ilyen értelemben. Az arany balgatagot használ, King James pedig azt mondja, hogy brutis úgy, mint, hát igen, talán ez a legközelebb hozzá. Brutis az, aki egy primitív, olyan, mint egy állat. És a bolond úgy, mint fool, pedig nem érti azt meg. Zsoltár 94.3-tól 8-ig. A hitetlenek, ez rasá, úgy, mint gonosz, egyébként hitetlen, de bűnös, vétkes, aki nem a Tora szerint él. Jahua, meddig még? Meddig örvendeznek még a hitetlenek? Ezek, akik nem Elohim útján járnak, nem Jahua útját járnak, nem a Tora szerint élnek. Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyáján hamisság cselekedői. Te népedet, Jahua, tapossák, nyomorgatják a te örökségedet. Özvegyet és jövevényt megölik, árvákat is folytogatják. És ezt mondják, nem látja Jahua, és nem veszi észre Jakób hatalmasság. Eszméljetek ti bolondok, Baár. Ugye ez megint csak azokról beszél, akik érzéketlenek, olyanok, mint egy vadállat, brutális, mint egy állat, kegyetlen. A nép között. És ti balgatagok, kszél, úgy, mint érzéketlen tapló, vagy fajankó, vagy ostoba, vagy otromba. Mikor tértek eszetekre. Zsoltárokat írt ezekről az emberekről, érthető? És úgy, hogy közben figyelmezteti őket, hogy eszméljetek. Nem is azt mondja, hogy ezekről már lemondott, hogy ezek csak egyszerűen így vannak. Folyamatosan figyelmezteti őket, hogy térjetek észre,
Ti érjetek észre, primitívek. Ti tudatlanok. Mert rossz úton jártak. És ezt nem nézi jó szemmel Jahua. Például beszélek egy hét. Jahuának félelme feje a bölcsességnek. A bölcsességet most olvastuk Hakmá, és az erkölcsi tanítást, úgy mint Muszár, a bolondok, Evil, úgy mint ostoba, vagy bolond, vagy esztelen gyakorlatilag, igaztalan ember, egy ostoba. Megutálják. Mindenki, aki a Tora ellen beszél, az effektíve egy bolond. Egy primitív ember, egy tudatlan, egy esztelen, egy ostoba. Pontosan ez jelenti maga a kifejezés, hogy ostoba, hogy a Tora nélküli. Nem azt jelenti, hogy nem járt eleget iskolába, vagy nem olvasott elég könyvet. Azt jelenti, hogy nem a Tora szerint él. Hiszen ezt mondja utána, hallgass fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását és a te anyádnak oktatását el ne hagyd, mert kedves ékesség lesz a te fejednek és aranylánc a te nyakadra. Mondom, én nem is gondolom azt, hogy így kellene beszélni az emberekkel, hogy ilyen szavakat használ, mint ami itt van például. Teszem, szóval csak azt akarom mondani, hogy ez egyidős az egész, ezt mindenki értette, hogy ezt jelenti ez a kifejezés. Aki nem az úton jár, az mind ebbe a kategóriába tartozik. Persze megvan a módja, hogy az emberekkel beszélni kell, de van ilyen is, van olyan is. Van, aki ebből ért, van, aki abból, van, aki meg semmiből, a legtöbben semmiből nem értenek, úgyhogy mindegy. Jahuának átka van a gonosznak házán, de az igazaknak lakhelyét megáldja. Az igaz egyébként szadik, mint igaz. Ha akik csúfolók, ő megcsúfolja, a szelideknek pedig ad kedvességet, a bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak. Kik a bolondok? Kszél. Ostoba. Otromba. Fajankó. Önhitt. Érzéketlen tapló. Ez a kszél. Mint aki megbolondul, aki bunkó egyébként ide van írva. Tapló. Az, aki megbolondul, elveszti az eszét. Elveszti az eszét, hiszen nem jár az úton. Mindenki, aki nem jár az úton, az olyan, az gyakorlatilag ide van írva. Bunkóvá vagy taplóvá válik, érzéketlenné, megbolondó. Ez az, amiről beszél Salomó. Ezt a szót használja. Érthető? Amit akarok mondani az az, hogy magyarul bolond van odaírva, de egyébként azt mondaná, hogy tapló. Mert ugye az a szó, amit használ a Héberben. Az, hogy magyarul így fordítja, az egy dolog. De amit jelent, persze azt jelenti, de minden szó, amit eddig olvastunk, azt jelenti, hogy bolond vagy ostoba? Minden szónak megvan az árnyalata, hogy hogyan jelenti azt, hogy bolond. Mintha én azt mondom valakire, hogy bunkó, vagy hogy ez egy tapló, vagy ez primitív, vagy ez olyan, mint egy állat, vagy ez otromba, vagy ez ostoba, vagy bolond, mind-mind más árnyalata ugyanannak a dolognak. A tudatlannak egy másfajta árnyalata. Itt azt akarja kifejezni, hogy ezek a bolondok primitívek, olyanok, bunkók. Azért, mert nem ismerik azt a bölcsességet, ami Jahuától jön. Itt ezt akarja kifejezni. Mindegyikben mást akar kifejezni. Nem mind bolondot jelent, vagy balgát, amikor az van leírva. Annak különböző árnyalatait használja. Én nem akarom így hívni az embereket. Csak azt akarom megmutatni, hogy értse meg mindenki, hogy mi előtt, vagy mikor úgy gondolkodik, hogy ó, ez így, vagy ó, ez úgy, meg szerintem ez így, meg szerintem ez úgy. Én nézzen utána mindenki. Nézze meg, hogy mi az, amire van példa az írásban. Azért van leírva, hogy mi tanuljunk belőle. És hogyha utána nézünk, akkor tudunk belőle tanulni, és akkor megértjük jobban a világot. Ez Misli 7.4. Mondd ezt a bölcsességnek, Hakmá. Én néném vagy te, eszességet ismerősömnek nevez Biná. Ez a két szó, amiről beszéltünk. Hogy megőrizzen téged a nem hozzátartozó asszonytól, és az ő beszédeivel hízelkedő idegentől. Mert házam ablakán rács mögül néztem. Mi az, amire szükségünk van? Bölcsességre és eszességre. Mi ez? Az ő torája, az ő szava, de bár, az ő igéje. Mispát, vagy mitzvá, ká, mind, ami az ő parancsolat, a tora, ez a bölcsesség, ez az eszesség. Ez az, ami neked kell. Ha ez nincs meg benned, akkor mi van? Házam ablakán rács mögül néztem. Mit? Hogy láték a bolondok között Peti, egy olyan, aki együgyű. Érthető? Most nem azt a szót használta, mint az előbb, bunkó, vagy tapló, vagy otromba, vagy egy állat. Most azt a szót használta, hogy együgyű, múja, vagy bamba. Érthető? Amit, hogy ha nem nézünk utána, akkor nem értjük, hogy mi az, amiről igazából beszél itt Salomó. Ez az ember, ez nem rossz indulatú,
vagy nem durva, vagy primitív a másikkal, ezek egyszerűen együgyű, egy bamba ember, egy naív valaki, aki nincs tisztában azzal, hogy mi is lenne a helyes út. Aki egyszerű, akiben nincs meg ez, hogy mérlegel, vagy megfontol, amit itt ír. Úgy, mint egyfajta naív valaki, akire gondol. Láték a bolondok között, ugye ez, akiről szó volt, eszembe vevék a fia között egy bolond ifjat. Ez a bolond, ez még nem szerepelt, ez, vagy chaser. Valami, aki hiánya valaminek. Szűkölködik, ami nélkülöz valamit. Értelmet nélkülöz, bölcsességet nélkülöz, a torát nélkülözi, nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. Mi a következménye ennek? Az utcán jár annak szeglete mellett, házához menő úton lépeget. Kinek a házához megy? Hazafele. Alkonyatkor, napestén, sötét éjfélben. És ímé egy asszony elejébe jő paráznának öltözetében állok az ő elméjében. És mit csinál ez az ember? Mit mond neki? Ugye elmondja, hogy miket csinál. Foglaljuk magunkat bőségesen, mint viradatik szeretetben, ez nem a hub. Úgy, mint Julia Roberts, meg Hugh Grant filmek, meg ezek, hogy összejönnek 5 perc alatt. Vagy do... Ami szerelem. Szerelem a mai értékrendünkben. Szeretetben vigadjunk szerelmet, szerelmeskedésekkel. Érzéki szeretet. Bujaság gyakorlatilag. Mi nincs otthon a férjem, elment messze útra, egy elszín pénzű kezéhez, hol töltél, jöjj haza. Mit csinál ez az ember? Utána megy, mint kicsoda, mint az ökör, megy a vágóhídra. Mint a bolond, evil, ez már egy ostoba, egy bolond, egy esztelen, ez még mindig nem annyira durva szó, mint az elő volt, ez a tapló, vagy barom, vagy mint egy állat. Ez csak egyszerűen egy ostoba ember. Egy tudatlan, egy naív, aki hiány van a torának, ez egy ostoba ember. Mit csinál? Úgy megy, mint egy ökör a vágóhídra, így követi ezt a nőt. Esztelen. Igaztalan ember. Egyszer csak fenyítő békjóba megy, míg nem átjárja a nyíl az ő máját. Úgyhogy a bolondság az problémákat szül. Több árnyalata van annak, mikor azt mondja, hogy bolond vagy ostoba. És ez már Salomó szavai. Bölcsesség vagy hakmá, hakamod, de egyébként hakmá, megépítette az ő házát, annak 7 oszlopát kivágván. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is előkészítette. Elbocsátta az ő lányait, hívogat a város magas helyének tetején. Ez ugye bölcsesség, ugyanúgy, mint ahogy a 8-asban mondja, hogy hívogat. Ki tudatlan? Ki ez, akiről beszél? Együgyű. Egyszerű. Aki nem foglalkozik több álláspont megismerésével. Peti. Bamba. Naív. Ki az, aki tudatlan? Probléma az, kimondani, hogy valaki tudatlan? Ha egyszer valaki tudatlan. Ki tudatlan? Ez az, amit a bölcsesség csinál. Térjen ide. Az értelem nélkül valónak ezt mondja. Értelem. Chaser. Aki szűkölködik valamiben. Értelemben szűkölködik. Ez az értelem egyébként, nézzük már meg a másikat gyorsan. Értetlennek írja Szent Imre, tudatlan dőrének írja a Káldi, értelem nélküli. King James pedig értelem nélküli. Az értelem nélkül való chaser, akiből hiányzik, egyébként az értelem itt ez a szó, hogyha lehet ennek hinni, akkor az lép, úgy mint a szív, ugyanaz a szó, a belső ember, személyiség, amiről beszél. A bölcsesség az értelem székhelye. Ebben az emberben nincs ez meg, ez egy tudatlan ember. Ezeknek szó. Aki tudatlan, jöjjön ide. Mert itt van a bölcsesség. Jöjjenek, jöjjetek, éljetek az én étkemmel, és ígyatok a borból, melyet töltöttem. Ki mondta ezt? A másiák. Többek között az úgynevezett utolsó vacsorán. Itt a kenyér, itt a bor, ez az élet. Ugyanaz beszél. A bölcsesség egy és ugyanaz. Jahua szava, a tora, Jahusa, a másiák, a malák Jahua, az ő fia, az elsőszülött fia, a szava, mind ugyanaz. Hagyjátok el a bolondokat. Hagyjátok el a bolondokat. Peti, az ostobákat, a naívakat, azokat, akik múják, bambákat, hogy éljetek, és járjatok az eszesség útján. A bolondok elvezetik az embert a halálba. Úgyhogy ez sokkal több annál, mint hogy jaj, ezt mondtad, vagy azt mondtad, vagy épp ezt így mondtad, vagy úgy mondtad. Ezek az emberek elviszik azt, aki közéjük keveredik az élettől.
Hagyjátok el a bolondokat azért, hogy éljetek, és járjatok az eszességnek az útján. Biná, eszesség. Tanítja a csúfolót nyer magának szidalmat, és feddi a latrot szégyenére. Ezekkel az emberekkel nem lehet beszélni. A csúfoló az, aki ugye gúnyolódik ezen az elön. Lutz vagy Litz egyébként. Csúfa, gúnyt, űz. Cinikus vagy gúnyolódó, ez az az ember, akiről beszél. Aki nyer magának a fedi a latrot, a latrot az a, lator az a bűnös ember, a sá, aki egy megátalkodott, aki a bűnben él, aki élvezi ezt. És ez a bolondokkal együtt jár egyébként, mert itt a bolondokat hagyjátok el, csúfoló, lator, ez mind egy. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged, fedd meg a bölcset, hakam, és ő majd szeret, ahab, téged. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, igaz, cedik, öregbíti a tanulságot, lekhah. Ez pedig tanítás, megtanított dolog, útmutatás, tanulság, meggyőző erő. Ez azzal foglalkoz, aki akarja. Bölcsességnek kezdete Jahuának félelme. Ezt olvastuk az előbb. A szentek ismerete az eszesség. Balgaság, asszony, fecsegő, isá, balgaság, ez pedig kszilut. Kszilut. Bolondság, ostobaság, hülyeség. Hülyeség, asszony, fecsegő, bolond, petit, egyszerű. Olyan, aki együgyű, bamba, naív. Együgyűség vagy naivitás. A petit, amit már megvizsgáltunk korábban. Ez a karakter, akiről beszél, egy nőhöz hasonlítja, most ez csak egyszerűen itt van. Balgaság, de egyébként ugye maga a szó azt jelenti, hogy ostoba vagy hülye, asszony fecsegő, bolond, úgy mint együgyű vagy naív vagy bamba, semmit nem tud. Tud? Jadá! Úgy, mint aki tudatában van, aki érzéket, aki tapasztalt, aki képes különbséget tenni, aki megfontol, akinek ismerete van vagy tudomása van. Úgy, mint a jó és a gonosz tudásának fáj, az jadá, az erről szól. Mit csinál? Leül a házának ajtajába, székre a városnak magas helyein, hogy hívja az úton járókat, akik egyenesen mennek útjukon. Mit csinál a bölcsesség? Megépíti házát 7 oszlopán, magas helyek tetején az úton sok ösvény, ez már 8-as fejezet, misli. Magas helyek tetején az úton sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. Ez a bölcsesség. Ki állt a bölcsesség? Az értelem bocsátja ki az ő szavát. Kapuk mellett, a város bemenetén, az ajtók bemenetén zeng a férfiaknak. Értsétek meg, ti kicsodák, ti együgyűek. Ti balgatagok, kszil, ostobák, otrombák, taplók, fajankók. Érzéketlen, önhitt emberek. Vegyétek eszetekbe az értelmet. Mit csinál a bölcsesség? Kiáll mindenhova és mondja. Mit csinál balgaságasszony? Leül a házának ajtajába, székre a város magas helyein, hívja az útonjárókat, akik, hogyan? Jasár! Egyenesen mennek az ő útjukon. Ezeket szólítja magához. Mit csináljanak? Ki együgyű? Térjen ide, valaki esztelen, haszer. Valamiben hiány szenved, annak ezt mondja. Lopott víz édes, a titkon való étel gyönyörűséges, úgy, mint a parásznoság. A bolondság és a bölcsesség ugyanazt csinálja. Ott van, az egyik ember érti, a másik ember nem érti. Egyik ember ezt választja, a másik azt. Az, aki egyenesen úton megy, aki jasár, aki egyenesen halad előre, azt szólítja magához a balgaság, hogy eltérítse azt az útra. És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak, és a pokol, úgy mint Seol, mélybe esnek az ő hivatalosai. Úgyhogy a balgaság annál sokkal-sokkal több, hiszen ez balgaság asszony, aki ezt csinálja, egy bolond, az, aki ostoba, aki hülye gyakorlatilag, mint bolondság, ostobaság, hülyeség. Kszilut. Vagy bolond, úgy mint petit, aki egyszerű, az elvezeti az embert egészen a Seolig. Úgyhogy az, hogy ki mit érez, az lehet, hogy annyira nem is fontos. Sokkal inkább, mint az, hogy mi az, ami van. Ez Misli 10.8. Bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat. Bölcs, ez ugye Kham,
parancsolatokat, természetesen ez micvá, mint parancsolat. Torának a része. A bolond pedig elveszti magát. Evil, bolond, esztelen vagy ostoba. Az, aki nem a Tora szerint él, az elveszti magát, az bolond. Tökéletességben jár, bátorságban jár, aki pedig elfordítja az ő útját, az kiismertetik. Jahu, aki ismeri, erre gondol. Aki szemmel hunyorgat, bántás szeret, és a bolond ajkú elesik. Evil, az ostoba. Az eszesek ajkaim bölcsesség találtatik. Mi a bölcsesség? Hakmá, a Tora, Jahu a szava. A vessző pedig a minek? A bolond hátának való. Chaser, aki hiányt szenved valamiben. Bölcsek tudományt rejtegetnek, a bolondnak szája pedig közeli romlás. Evil, ostoba. Romlás. Ugyanúgy, ahogy az előbb megmutatta, hogy elviszi a Seolig, ugyanúgy romlást jelent ez mchita. Romlás, pusztulás. Elpusztítja az embert a bolond. Aki elfedezi gyűlölséget, hazug ajkó az, és aki szólt gyalázatot, gyalázat úgy, mint rágalom vagy pletyka, valakiről valaki háta mögött, rágalmazás, rosszindulatú beszéd, susmus, tibá. Aki elfedi a gyűlölséget, hazug ajkó az, és aki szólt gyalázatot, pletykál, rágalmaz, rosszindulatúan beszél, susmusol, az kszil, bolond. Egy otromba fajankó, egy érzéketlen tapló. Legalábbis az szerint, amit ír a Brand Drivers Briggs. De amit ír a Gesenius, az szerint bolond, ostoba, érzéketlen, otromba fajankó. Aki mit csinál? Pletykál, rágalmaz, rossz indulaton beszél, vagy susmusol valaki háta mögött. Az igazak ajkai is sokat legeltetnek, a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg. Evil, ostoba. Problémát jelent az, ha valaki ostoba. Miképpen játék a bolondnak bűncselekedni? Ez kszil, ez már egy durvább fokozata a bolondnak, amiről az előbb szó volt, a tapló forma. Az játék neki, aképpen az összes férfiúnak bölcsen cselekedni, má. A bolond az, aki nem a Tora szerint él. Nem lehet megkerülni ezt az egészet. Mindig ugyanoda jutunk vissza. Következő, haladni fogunk tovább. Máté 7, 26. És ha valaki hallja én tőlem a beszédeket. Beszéd logos, Tora. Ez vitán felül áll. Ha visszamegyünk, megkeresik a beszédet, akkor meg fogjuk látni azt, hogy ez mindaz, ami the bar, micvá, hol úgy, mint szó, vagy Tora. Ez Jahu a szava. Mindaz, aki hallja ezeket a beszédeket, a Torát, amit ő mondott a másiák. És nem cselekszi azokat, poéó, tesz, cselekszik, fizikálisan csinálja meg azokat, hasonlatos lesz az mihez? A bolond emberhez. Morosz, ugye az angol moron kifejezés, mint buta, ostoba, bárgyú, esztelen, hülye. Hasonlatos lesz ehhez, aki fövenyre építi a házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak a romlása. Miért? Mert nem a Tora szerint járt. Amikor azt mondja, hogy hasonlatos lesz az a bolond emberhez, ő nem arról beszél, hogy hasonlatos lesz az a bolondhoz, ő arról beszél, hogy hasonlatos lesz az egy ostobához, egy hülyéhez. Hiszen a kifejezés, amit használt, morosz, az nem ugyanaz, mint ami meg fogjuk nézni. Vannak különböző fokozatai annak, hogy bolond. Az, hogy magyarul az van ott mindig, az nem azt jelenti, hogy az eredeti azt jelenti, és ez a másiák szava. Máté 7.26. Következő 23.16. Máté. Jaj nektek vakvezérek, akik ezt mondjátok, ha valaki templomra esküszik, semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az. Ugye arról beszél, hogy ami szokás volt nekik a farizeusoknál, hogy az arany dolgokra esküdtek, és nem értették meg, hogy teljesen mindegy, ha valaki esküszik, az így is, úgy is kimondta azt, és ezért meg kellene, hogy tegye. De a lényeg az, hogy bolondok és vakok, ez a másiák szava. Bolondok, morosz, buta, bamba, bárgyú, ostoba, esztelen, bolond, hülye. És vakok. Ez tiflosz, úgy, mint homályos vagy sötét. Mert melyik nagyobb? Az arany-e vagy a templom, amely kodessé vagy szentét teszi az aranyat?
Ha valaki oltárra esküszik, semmi az, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik az. Bolondok, morosz és vakok, homályos vagy sötét. Melyik a nagyobb, az ajándék vagy az oltár, mely szentét vagy koressé teszi az ajándékot? Máté 25.1. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa alma 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Öt közülük eszes. Az eszes az pronimos, úgy mint okos vagy értelmes. Ha megnézzük a hébert, akkor ez bén, ugyanaz a bén vagy biná, amiről eddig szó volt. Vagy mzimá az, aki a gyakorlatban gyakorlatias, vagy hakám, ez pedig ugye hakmá, mint bölcsesség. Mzimá, hogyha megnézzük, akkor ez az, aki mérlegel, aki megfontol, aki tervez, aki céltudatos. Nézzük meg, hogy ki a bolond, morosz, buta, bamba, bárjú, ostoba, esztelen, bolond vagy hülye. A 10 szűzből 5 ilyen volt. Akik bolondok valának, ki az a bolond, morosz. Azok, mikor lámpásaikat elővéik, nem vivének maguknak mit? Olajat. Olajat nem vittek magukkal. Azért, mert ők moroszok voltak. Szövétnek a parancsolat, tudomány, világosság, életnek úta a tanító feddések. Nem vittek olajat a lámpásba. 1 Korintusi 1.18. Mert a keresztről való, vagy a karóról, ugye ez stauros, cölöp vagy pózna, való beszéd, bolondság, mória, ugyanaz, butaság, ostobaság, értetlenség, vagy hülyeség, mint amit az előbb használt, ugyanez a kifejezés. G34.74, morosz, amit megbeszéltünk már az előbb. A stauroszról, vagy a karóról, vagy cölöpről való beszéd, bolondság, vagy mória, ostobaság, bárgyúság, azoknak, akik elvesznek, akik elpusztulnak, akik tönkretesznek, megsemmisítenek, romlásba visznek, de nekünk, kik megtartatunk, szodzó, megtart, Elohimnek ereje. Aki nem hisz, az bolond. Mert minek utána Elohim bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Elohimet. Bölcsesség Szofia, de egyébként a bölcsesség az Hakmá, amiről eddig beszéltünk. Biná, Daát, mint tudás, Hakmá, bölcsesség által Elohimet. Tetszik Elohimnek, hogy az ige hirdetés, ugye a magának a jó hírnek a hirdetése, bolondsága által tartsa meg a hívőket. Akik hisznek, azoknak pedig ahhozhoz eljut az üzenet, ami bolondság az egész világ számára. Ugyanaz a bolondság, amit eddig használt. Még megnézzük egy párat, és aztán a vége. 1 Korintusi 3.18.20. Senki se csalja meg magát. Ez egy figyelmeztetés mindenkinek. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs, szofosz, úgy mint Szofia vagy Hokma, köztetke világon, bolond legyen, morosz, hogy bölcsé lehessen. Azaz mindenki alázza meg magát, mert e világ bölcsessége, Szofia, amit a világ bölcsességnek tart, az mi? Butaság, ostobaság, értetlenség, bolondság, mória Elohim előtt. Megfogja a bölcseket az ő családságukban. Ismeri a bölcsek gondolatait, hogy hiába valók, matályos, haszontalan, semmire kellő, léha, téves. E világ bölcsessége, bolondság Elohim előtt. Prédikátor 2.16. Annak okáért mondám az én elmémben, bolondnak kszil, bolond, ostoba, érzéketlen, tapló, otromba, fajankó, önhitt. Kszál szóból ered érzéketlen bunkónak lenni, taplóvá válni. Tehát, annak okáért mondám az én elmémben. Bolondnak állapota szerint lesz az én állapotom is. Miért valék tehát én is bölcsebb? És mondék az én életem elmémben, ez is hiába valóság. Ezért mondom, hogy érdemes ezeket a dolgokat belefoglalni az imáinkba, vagy a kommunikációmba Elohimmel. Mert nem lesz emlékezetesem a bölcsnek, sem a bolondnak. Szél. Mindörökké. Mivel hogy a következő időkben már mind elfelejtetnek, és miképpen meghal a bölcs, azonképpen meghal a szél bolond is. Az érzéketlen tapló, az otromba fajankó, az ostoba.
Jeremiás 10, 7, 8. Ki ne félne tőled, nemzetek királya? Jehova. Bizony tiéd a tisztelet, mert a nemzetek minden bölcse közt, és azok minden országában sincs hozzád hasonló. Mind egy ig, balgatagok és bolondok, hiába valóságokra tanít, fa az. A bálványokról beszél. Balgatagok, baár, bolondok, ksa. Senki nem hasonlítható Jahuához. A nemzetek minden bölcse közt, azok minden országában sincs hozzád hasonló. Mind egyik balgatagok, bolondok azok. Balgatag, baár. Érzéketlen, brutális, mint egy állat. Arra gondol. A bolond pedig ksa. Érzéketlen, ostoba, mint egy bunkó. 51-17. Minden ember bolondá lett tudomány nélkül. Baár. Primitív lett minden ember. Ilyen állatias lett minden ember. Tudomány nélkül. Daát. Minek a tudománya? Az ő szavának. A Tora tudománya nélkül. Minden ötvös megszégyenül maga bálványa miatt, mert hazugság az ő öntése, és nincs benne lélek. Minden ember bolondá lett tudomány nélkül. Aki nem a Tora szerint él, az egy bolond. És ez a bolond, ez egy primitív ember jelent, érzéketlen, kegyetlen, brutális ember jelent, mint egy állat az, aki így él. Egyébként a szó az beír. Beír, ami egy házi állatot jelent, egy barmot vagy egy jószágot. Egy állathoz hasonlítja azt, aki nem ezen az úton jár. Ez Jeremiáhu. De erről beszélt egyébként Salomó, meg mindenki más egész eddig. Villámgyorsan Efézusi 5:3. Parázaság pedig akármely tisztátalanság, fösvénység ne is neveztessíti közöttetek, amint szentekhez illik, vagy kadosím, ugye ez hagios a görög. Sem undogság, vagy mi bolond beszéd. Ez a bolond beszéd, ez morológia, ugyanaz a morosz, vagy mória, ostoba, értelmetlen bolond beszéd. Bolond az írásokban rendszerint önfejűséget, büszkeséget, helyes, ítélőképesség hiányát jelenti. Nem annyira az intelligencia és gondolkodó képesség fogyatékosságát. Most láttuk, hogy mit jelent valójában. Megnéztük. Egy állathoz hasonlította. 5:15. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint a bolondok, hanem mint a bölcsek. A szofosz. Ostoba, oktalan, bolond. Mint a bölcsek. Saul. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, akribos, pontosan, alaposan, tökéletesen, tamim, mint amilyen volt Nach, vagy Noé, Jatáp, vagy Jetszev, örülni boldognak lenni, jónak megfelelőnek lenni, helyesen cselekedni. Szóval nem úgy, mint a bolondok, mint az oktalanok, vagy az ostobák, hanem mint a bölcsek. Ez pedig más Saul. 4:17. Utolsó. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek Jahuában, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában. Matajotész. Hiába valóság, haszontalanság, ostobaság. Akik elméjükben, értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az igaz élettől, a tudatlanság, a gnoja, tudatlanság, ugye mint gnosis, mint tudás effektíve, mint daát, tudatlanság, tájékozatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Mi a következmény, akik erkölcsi érzés nélkül önmagukat a bujálkodásra adták minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére?
Ez jobbtól elkezdve mindenki ugyanazt fújja. Az, hogy ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok járnak az ő elméjük hiába valóságában, az értelmük meghomályosodott, elidegenültek az igaz élettől a tudatlanságuk miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük, hiszen a Tora nincs benne a szívükben. Nem hajlandók így élni. Túlságosan csábító a világ. Gyorsan ezt akartam elmondani, vagy megmutatni erről a tudatlan dologról. Még egyszer mondom, van, aki ebből ért, van, aki abból ért. Én magamat is ugyanígy ebbe sorolom, de azt meg kell értenünk, hogy mindenki megpróbálja félretenni az érzelmeit, akkor egy egyszerűbb világba fog átkeveredni. Ezért is mondtam a múltkor, meg mondom most is, hogy ha valaki képes elszámolni 3-ig, vagy 5-ig, vagy 10-ig, mielőtt reagál valamire, akkor ez egy nagyon-nagyon jó kezdet. Akkor az ki tudja szűrni, hogy mi az, amit ő gondol, és mi a valóság. Akkor az előbb-utóbb úrrá tud lenni majd az érzelmein, és az egy sokkal-sokkal egyszerűbb élet. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!